Éjjel 1 óra van, és most érkeztünk már Fuerteventura legdélebbi pontjára. Épp most tesszük le a horgonyt, nagyon tiszta víz. Rávilágítottunk fentről a vízre, és a sötétben is nagyon szépen kéken csillog, szóval látszik, hogy homok van lent. Úgyhogy most adobjuk a horgonyt, és már lent van, most egy kicsit meghúzzuk, és még van körülöttünk néhány hajó. A szél az most lenyugodott, úgyhogy reméljük, hogy jó éjszakánk lesz. Hihetetlen, hogy október közepe van, és tele vannak a tengerpartok. Ez valami wow! Volt olyan tél, amikor Horvátországban voltunk a hajón. Ez hihetetlen szeleink voltak. Nagyon durva korszak volt, és most még itt vagyunk. Ma reggel elindultunk Fuerteventuráról, Molo Habléról. Gran Canaria-ra, Las Palmas városba. És a két sziget között egy gyorsulási zóna van, úgyhogy óvatosan indultunk a vitorlákkal, keveset tettünk ki, de most már kint vagyunk teljesen Fuerteventura mögött, és egész jó az állapot, úgyhogy most felhúzzuk a kicsi vitorlát is, szóval kint van a nagy vitorla Riffelvel, kint van a Genoa, és most felhúzzuk a vitorlát, és már kint van a Mizen és a Ácsó vitorla is, a kis vitorla. Pár ilyen 8 óra múlva kb. Érkezünk, vagy 6, attól függ, hogy milyen sebességet érünk el. Hullámok azért vannak. Mindjárt megérkezünk Las Palmashoz, Las Palmasra, vagy hogy Gran Canaria Las Palmas városához, és most kezdjük leengedni a vitorlákat, mert biztonságosabb lesz, ha bemotorozunk, mert nagyon sok a konténer hajó is. Készülünk letenni a horgonyt. Ilyen biztonságos helyen már rég horgonyoztunk, és ennyire belvárosban. Az ott egy beach, és ez pedig itt a város, és a marina. Nos, hát ennek is eljött az ideje, másfél év után. Most úton vagyok a reptérre. Las Palmason vagyunk, ugye, Gran Canarián. És hazamegyek 2 hétre. Ott vagyunk. Nos, hát megérkeztem a reptérre, és már megkerestem a sürgősségét, mert úgy néz ki, hogy allergiás rohamom van. Teljesen pirosok a tenyereim, meg így mindenem ég és viszket, megdagadt az arcom.
Úgyhogy most kaptam valami kellétlenül gyógyszert, úgyhogy átmegyek a biztonsági ellenőrzésen, de még meggondolom, hogy elutazok-e. Ez már ugye a második napja annak, hogy nem repültem haza. Ilyen furán érzem magam, de most már jobb. Tegnap kimentünk mosni, ugye a marinába, ahol 8 euróért tudtunk mosni 8 kilót, ami viszonylag drága így az átlaghoz képest. Illetve zuhanyzásra is van lehetőség, ki lehet váltani egy zuhanyzókártyát a marinába, és ott 5 euróért lehet zuhanyozni, nagyon sok zuhanyzó fülke van végig a marina környékén. Kristóf közben már nagyon belemászott a hajós munkákba, ugye ez most az utolsó hajrá a indulásunk előtt, mert ugye Las Palmason vagyunk most, és itt még minden beszerezhető könnyűszerrel. Ha innen tovább megyünk kisebb szigetekre, illetve majd a Zöldfokira, ott már nehezebb lesz felkészíteni a hajót az átkelésre, ami 3-4 hét lesz. És úgy néz ki, hogy Brazíliába megyünk, és az első megállunk az Fernando de Noronha szigete lesz. Az aksikon kell dolgozni, a hajóakkumulátorokon, ugye, illetve nem is tudom, még rengeteg munka van amúgy, nem sok, de azért még épp elég. Úgyhogy a következő pár hétben még itt leszünk, én majd a pár napon belül ismét nekifutok a hazaút. Indulok ki a reptérre, még a hajón vagyok, és újra megpróbálok hazajutni Romániára, és Milánon keresztül hazajutok Kolozsvárra fogok leszállni, és aztán Nagyváradról fogok visszajönni, ugyancsak Milánon keresztül Las Palmasra, ugyanide, ahol most vagyunk, nem mozdítjuk a hajót addig. Decemberre Zöldfoki szigeteken akarunk lenni, és aztán januárban pedig indulunk át Brazíliába. Kicsit fura ezt így kimondani, mert mármint, hogy az fura, hogy ez ilyen hamar itt lesz. Már nagyon régóta készülünk erre, és nagyon hosszú utat tettünk meg ideig, nem csak mérföldben, vagy tengeri mérföldben értve, hanem úgy hajó felújításban, mint mi a hajós tengeri élet skilljeink fejlesztésében, illetve megszokni ezt az életet sem olyan egyszerű, mivel ez nem csak egy hétvégi kiruccanás, hanem ez bizony már 4 év az életünkből, de nagyon jó, nem bánunk semmi döntést, úgyhogy ja, szorítsatok, hogy ma minden rendben menjen. Nos, már a reptéren vagyok, átjöttem a biztonsági ellenőrzésen, és még van egy órám, amíg hírek a kaput, most ugye biztosra akartam menni. Hogyha este valami közben jön, akkor legyen még időm. Úgyhogy még van egy órám, ami kiírják a kaput, de közben találtam egy kis ilyen kis irodaszpottot. Úgyhogy leültem, kinyitottam a gépem, dolgozom, valószínűleg videót fogok vágni, mert azzal kicsit el vagyok maradva. Most siker, a gépen vagyok, és képzeljétek el, hogy alig vannak a gépen. Mivel nincs veletek senki, ezért ablaknál vagyok. Most megérkeztem Milánóba, ez a Bergamo reptér, valami katasztrofális. Amúgy éjszaka 1 óra van, és nincsenek ülőhelyek, az emberek a földön alszanak, de így végig, olyan, mintha nyugati aluljáróban lennék kb. Vagy annál durvább. Tölteni akarod a telefonod, azért külön fizetni kell. Azért ez annyira fura, hogy ilyet tapasztalom én a fényből. Nagyon, nagyon ritka ilyet látni reptereken. Eltelt 2,5 hét a legutolsó videó készítés óta.
otthon volt, ami nagyon jó volt. Nagyon jól éreztem magam, jó volt látni a családom, jó volt időt tölteni velük, jó volt egyszerűen csak az otthoni közegben létezni. Hideg van, sokkal hidegebb van, mint a Kanári-szigeteken természetesen. Sok hasznos dolgot csináltunk, például disznót vágtunk, amit végig dokumentáltam. És most már Milánóban vagyok ismét, tegnap este Váradról indultam, és ugye Váradról már, Nagyváradról Romániából, elrepültem Milánóba, és most lesz a járatom 2 órán belül Gran Canariára, és megyek vissza a hajóra. Hosszú út után megérkeztem Gran Canariára. 20-21 fok van most, de nagyon melegen van. Milánóban 5 fok volt, Romániában is kb. Ugyanannyi, úgyhogy nagyon jó ez is visszatérni a nyárba. És már itt is van a busz, úgyhogy 20 perc múlva már a hajón leszek. Visszatértem. 23 fok. Nincs nagyon meleg, tökéletes idő. Tegnap este érkeztem, és most próbálom visszafelvenni a hajós életstílust. Sziasztok! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot. Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, illetve keressetek minket Facebookon és Instagramon is. Minden like, hozzászólás és megosztás hatalmas segítség számunkra. Találkozunk legközelebb!